A szakmai munka már javában zajlik, de a Velencei tó partján még épül a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia otthona. Az akadémia legfőbb célja a sportos, aktív életmódra nevelés, ami már az iskolákban elkezdődik. Mi azt gondoljuk, hogy a sport és a tanulás megfér egymás mellett, sőt, aki rendszeresen sportol, az kiválóan tud az iskolában is teljesíteni, és ahhoz, hogy ezt a gyerekek is elhiggyék, és meg tudjuk valósítani, ahhoz az iskoláknak is partnereknek kell lenni, folyamatos kommunikáció kell, hogy legyen köztünk és az iskolák között. Éppen ezért jött létre a megállapodás két Székesfehérváron működő oktatási intézmény és az akadémia között. A Kodolányi János gimnáziumban közel egy évtizede működnek sportosztályok, jelenleg is járnak az iskolába tanulók az akadémiáról is. Számukra egyéni munkarendben történik az oktatás. Többek között ezt segíti a most létrejött megállapodás. Tudomásul vesszük, mint ahogy eddig is, hogy első a sport, mi pedig akkor ehhez próbálunk alkalmazkodni mindenféle szempontból. Tehát a differenciálástól elkezdve a pótlások biztosítása. Ugye külön programja van a sportosztálynak, tehát a pedagógiai program külön rendelkezik arról, ők külön háló szerint tanulnak, az érettségire készülünk és a továbbtanulásra, de sportspecifikus tárgyakkal és külön oktatási szerkezetben. Az Óbudai Egyetemen idén vezették be a kötelező testnevelést, így elengedhetetlen a hallgatók lehetőségeinek bővítése. Emellett, mint az intézmény rektora hangsúlyozta, az együttműködésből az akadémia is profitál. Az együttműködés az egyetem budapesti és székesfehérvári kampuszával is létrejött. Az élsportolói kérdés tekintetében egyértelműen, de a tömegsport szempontjából is egyébként meg tudjuk szeretetni, vagy tovább tudjuk műveltetni a hallgatók szempontjából a kajakkenut. És emellett egyébként van egy sporttudományi oldala is a rendszernek, hisz egy egyetemnek, egy akadémiai közösségnek mindig és valahol kötelező módon élen járónak kell lennie különböző innovatív ötleteknek a kidolgozásában. Az együttműködési megállapodások aláírásának ünnepségén részt vett a város polgármestere is. Cserpakovics András szerint fontos lehetőség ez a városban tanuló fiataloknak. Ez hoz lehetőséget a városba, hoz lehetőséget a Velencei tóra, de leginkább lehetőséget biztosít maguknak, a fiataloknak, a diákoknak, hogy sportoljanak és tanuljanak. Ha élsportoló lesz belőlük, akkor megadja ennek a feltételrendszerét, hogyha pedig mondjuk akár a tanulmányaikat ezen keresztül képzelik el arra, ugyanúgy itt Fehérváron a sportmenedzser szakvonatkozásában van lehetőség. A Kovács Katalin Akadémia nagy hangsúlyt fektet a kettős karriergondozásra, azaz, hogy a versenyzők a sportolói pályafutás befejeztével a civil életben is hasonló sikereket érhessenek el, mint a versenypályán.